Több mint 700 ezer ember szed valamilyen készítményt a cukorbetegség ellen, a fel nem ismert diabéteses betegek száma pedig több százezerre tehető ma Magyarországon. Többek között ez is elhangzott a kelet-magyarországi diabétesz hétvége alkalmából szervezett konferencián Nyíregyházán. A háromnapos rendezvényt a Józsa András Takkórház 4-es belgyógyászati osztálya szervezte. Egy nagyon komoly országos tudományos konferencia helyszíneit biztosítja Nyíregyháza. A Magyar Diabétesz, a Magyar Cukorbeteg Társaság szervezésében, nyilván helyileg pedig a munkatársaink Gál Zsolt főorvos úr osztályvezető és munkatársai szervezésében kerül megrendezésre ez a Diabétesz hétvége nevű rendezvény, tudományos rendezvény. A rendezvényen bárki részt vehet, hiszen ez egy akkreditált, kreditpontot is adó, országos tudományos rendezvény. Pont az előbb érdeklődtem a résztvevők száma tekintetében, jelenleg olyan 250-280 fő között van már a regisztrált résztvevők száma. Dominálon belgyógyászok és diabetológusok, azaz a cukorbetegséggel foglalkozó szakemberek vesznek részt rajta, de miután ez egy akkreditált tanfolyam, a társszakmák résztvevői, akár a saját szakmámat is említetném, az anesteziológus, intenzív terápiás orvosok, kardiológus is részt vesznek, és részt vehetnek ezen a rendezvényen. A konferencia megnyitóján elhangzott, a korai halálozások 60%-ának hátterében a cukorbetegség áll. A diabétesz számos szövődmény okozója a szervezetben. Éppen ezért ez a terület is holisztikus szemléletű gyógyítókat igényel. A diabétesznek a kezelése nem megoldott, tehát újabb és újabb gyógyszereket fejlesztenek ki, pont azért, mert nincsen egyetlen olyan gyógyszer is, ami minden módon tudhatni a cukorbetegségre, tehát óriási az innováció, újabb és újabb gyógyszerek kerülnek be. Amiben lehetne még másképpen javítani a korai felismerésben, hogy időben szűrjék a betegeket, időben ismerjék fel a cukorbetegséget. Ez olyan alattomos, hogy a cukorbetegség legnagyobb hányada az úgynevezett kettes típusú, az sokáig nem fáj. Sokszor csak akkor találják meg, amikor már szövődménye van. Tehát a korai szűrés, és hát itt meg lehet mondani, hogy kik, akik veszélyeztetettek, akiknek a családjában van, akik magas vérnyomással bírnak, akiknek a vérzsírszintjük. Tehát megvannak azok a pontszámok, és akár a beteg is kezdeményezheti, hogy ő kapjon egy szűrést, ami nem olyan bonyolult, és nem olyan drága. Nyíregyházán 1960-ban az országban elsők között szervezték meg a cukorbeteg gondozót. A diabetológiai, endokrinológiai ellátás napjainkban is országosan elismert a vármegyében.